A légzés. A születés utáni első pillanatoktól életünk utolsó másodperceig kísér minket. Mint testünk sok más funkciója, legtöbbször öntudatlanul lélegzünk. A stressz és a szorongás nagyon negatív hatással van a légzésünkre. Megváltoztatják a légzés ritmusát, és ennek következtében hipoxiához vezethetnek, és ronthatják egészségi állapotunkat. Mindannyiunknak megvan a saját légzési mintája, egyeseknél a légzés hosszú és mély, másoknál sekély és alig észrevehető. A mellkasi légzésnél a mellkas térfogata belégzéskor minden irányban nő, kilégzéskor pedig csökken. A hasi légzés alapja a helyes és erős rekeszizom működés. A fiziológiás belégzés során a rekeszizomnak függőlegesen lefelé kell ereszkednie, ami a hasüreg kitágulását okozza. A hasi légzés, más néven ősi légzés vagy korai csecsemő légzés, számos előnnyel jár az egész szervezet számára. A hasüreg nagy térfogata miatt a rekeszizommal megvalósított légzés mélyebbé válik, ami az egész testben a sejtek jobb oxigénellátását és táplálását eredményezi. A légzés közbeni hasi munka egyúttal masszázs is a belső szervek számára, jótékonyan hat az emésztési folyamatokra, csökkenti a feszültséget. A légzés során mozdulatlan, inaktív hasa hasizmok és a medencefenék izmainak gyengeségét okozza, ami különféle fájdalmakat okozhat. Sok ember számára, akik egész életükben a mellkasukon keresztül lélegeztek, nagyon nehéz lehet megtanulni a rekeszizom önálló aktiválását. A legjobb, ha a rekeszizom aktiválásának tanulását fekve, a háton, kezdjük el. Az egyik kezét a mellkasára, a másikat pedig a hasára helyezze. Ezután próbálja meg a belégzéssel felemelni a hasát, a mellkasa is felemelkedhet, de csak másodlagosan. Kilégzéssel enged ki a levegőt a köldöködnek, finoman a gerinced felé kell omlania. Eleinte ez a fajta légzés megköveteli, hogy koncentrálj és tudatosan dolgoztasd a hasizmaidat. Próbálj meg még 3 percig így lélegezni. Thank you.
Hogy érzi magát most? Könnyű volt számodra ez a gyakorlat. Szállj egy percet arra, hogy figyelj a testedre, és tanulj ebből a gyakorlatból. A következő workshopon egy sor légző gyakorlaton fogsz végigmenni, amelyek segítenek a stresszoldásban, a tested erősítésében, a relaxációban és egyéb egészségügyi előnyök elérésében. Ne feledje, hogy mindig figyeljen a testére, és tudatosan olvassa az általa adott jelzéseket. Mindig ellenőrizd magadban, hogy valami azért fáraszt-e el, mert fejlődést érsz el, és az izmaid korábban nem használt részeit is igénybe veszed, vagy azért, mert káros a testedre. Gyakorold a tudatosságot és hallgass magadra.